Égnek a gyertyák városunk temetőjében. Halottak napján sokan gyertyát, mécses gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére. Az egyházban 998-ban vált önálló ünnepé a halottak napja. Magyarországon egyházi ünnepből vált az elhunytakról való megemlékezés napjává. Amikor kimegyünk a temetőbe, akkor nagyon sokszor ez már egy ilyen divottá vált dolog lett. Kimennek az emberek, és egy teljes üzletág épül rá, ahogy kimennek a temetőbe, és vásárolják a koszorúkat, a virágokat, a gyertyákat, a szebb mécseseket. Ne ez legyen a lényeg. A lényeg az legyen, hogy azért menjek ki a temetőbe, mert az az ember, aki ott fekszik, aki ott van eltemetve, aki nekem a szívemben nagyon sokat jelentett, az az ember, az imádságaim alapján remélem, hogy az Isten országában van. Kovács István görög katolikus parókus hozzátette. Ez az ünnep alkalmat ad arra is, hogy az emberek elgondolkozzanak azon, milyen életet élnek. Amikor kimegyünk a temetőbe, érdemes arra is gondolni, hogy azt a gyertyát, amit én meggyújtok, lehet, hogy tíz év múlva, húsz év múlva a gyermekeim fogják értem meggyújtani. Vajon én milyen életet élek? Vajon én hova fogok kerülni? Vajon az Isten felé haladok-e, vagy éppen tőle távolodom? November másodika, juttassa eszünkbe ezt is hogy az életünkön mennyit és hogyan kell változtatni ahhoz, hogy tökéletesebbek lehessünk. A halottak napját a katolikusok november 12-án tartják, a minden szentek november elsőjei fő ünnepét követő napon. Az eredetileg katolikus ünnepet és népi hagyományait más felekezetek is átvették. A halottakról való megemlékezés így az egyik legelterjedtebb szokássá vált.